Aztán majd valahol vége lesz. A Lacinak valami nagy bejelentése van. Szabad a nyakam, szabad az életem. Az én egyik leghasznosabb tulajdonságom szerintem az, hogy lusta vagyok. Na, de azért persze itt ne álljunk meg. Ehhez kapcsolódik egy másik tulajdonság, hogy rendkívül türelmetlen vagyok. Milyen jó ilyen emberekkel együtt dolgozni. Felállt a szőr a karomon. Hoppá! Elnyomtam az utolsó képen. Nem is igaz, hogy normálisak vagyunk. Meg kellene találni azokat az embereket, akik még a józan eszüket nem vesztették el. Én a víz alatt építem a hálózatot. És vagy bejön, vagy nem. De hogy semmibe nem kerül, ebbe biztos vagyok. Közben arra figyelj, hogy ne ússzon be más. Úristen, mit keresek itt? Iszok egy kortizet. Hát én csak forró vizet kérek. Nincsen víz! Megkerestem a legjobb házi pálinkát. Lehet, hogy én is töltök addig magamnak egy konyakot. Legyen viszki, legyen szival, és nyakkendő. Szabad a nyakam, szabad az életem. De jó, ezt se lehet kimondani. Mindegyikünk időnként lemerészkedik egy boltba. Be vagyunk zárva a lakásba. És amit a Szabolcs mondott, az tényleg úgy van. Ettől függetlenül nagyon fontos, hogy friss levegőhöz jussunk. Abszolút igazat adok neked, szerintem ez nagyon fontos. Tessék, itt van ez a cérna Szabolcs, mondom, ez pont jó lesz nekem, ez a fiatal ember. Nem erőltetjük ezeket a dolgokat, már kettővel kevesebben lettünk. Igen. Kellemetlen az nekem volt, mindenki más röhögött ezen. Komolyra fordítva a szót. Szabad a nyakam, szabad az életem. Az a lényeg, hogyha adtok föl postán kávét mondjuk, azt ajánlva tegyétek, vagy olyan postást fogja meginni, aki soha meg nem fog benneteket keresni, vagy a valószínűsége, vagy belől hagyjatok neki külön üzenetet ezzel kapcsolatban. Na, szerintem ennyi már elég volt. Mondjátok el azt, hogy ti hogy csináljátok. Kicsit veszekedtünk, na, szóval megmondom őszintén. Én úgy érzem, hogy ez minket közelebb hozott egymáshoz. Gyanús elemek voltak már akkor is. Komolyra fordítva a szót. Nekem az első időszak a DXM-ből az arról szólt, hogy mindenről lemaradtam. Én szeretném, hogyha ez fel tudna pörögni. Ha felpörgeted, akkor ezzel megint az immunrendszeredet erősíted. Úgyhogy bátorítalak titeket. Fél óra alatt 74 kontaktot voltunk képesek 15-en csinálni. Az nem kevés, de én biztosra akartam menni. Amikor ott a lehetőség, akkor rögtön regisztráltatni kell, mert különben... Mert le foglak lőni. De jó, ezt se lehet kimondani. Van-e olyan, akinek közben ötlete támadt, és még nem mondta el? Én csak egy tippet szeretnék megosztani. Izzadj meg! Azt próbáljuk meginni a kávézóba, de egy kicsit ilyen zsugarinak tűnhet. Annak olyan illata van, mint a takarítatlan akvárium. Mindenki hagyja maga a dagját, csak zöld legyen. Nyugodtan, bátran, hogyha most nem is lehet egymáshoz közel menni, de dobjátok be másfél méterre cukájában, mielőtt rá. Dobáljátok meg cukorral. Én erre már gondoltam, csak nem tudom, hogy mennyire éri meg. Erre egy picit hagy szóljak, semennyire nem éri meg. Én is megégtem benne nagyon csúnyán. Hát akkor itt az ideje váltani, és átváltottam. Akkor visszaváltok. Valamit nagyon elnyomtam, nem baj. Valószínűleg már csuklóból tudjátok ezt váltogatni. Majd lassan beszélek, mert azt úgy megérti a net. Gyorsan jöjjenek ide, és hallják föl ezt a vírust. Mindjárt pirítom is hozzá a kenyeret. Lehet meg se ismernek a barátaid, hogy hát nem így néztél ki. Igen, pillanatban is gyönyörűnek tudjuk látni a világot. Azt hiszem, hogy olyan rohadt boldogok lehetünk, és a fenekünket a plafonba verhetjük. Ez nagyon nagy hatással lehet másokra. Az tapsoljon, aki itt van jelen pillanatban. Most lesz egy kis hangzavar. Azt a mindenit! Ez a csillár volt, ebbe biztos vagyok. És innentől kezdve nem tudom, hogy folytassuk. Be lehet mutatni azt, hogy lehet egy fenékkel két lovat megülni, ez mindig nagyon nagy vágyam volt. Ez tényleg egy olyan dolog, amit nagyon jó kiemelni, és ezzel foglalkozni. Azért nem kell átesni a ló másik oldalára. Másokat is hagyunk szóhoz jutni. Ti jöttök, akik eddig hallgattatok, mi most befogjuk a számokat.